Úgy, mint korábban, idén is a Volt Hunyadi Kollégium alaksorában kapott helyet a kalocsai képzőművész alkotó tábor, melynek résztvevői több mint egy hétig dolgoznak együtt a megálmodott képeiken. Városunkban hagyománya van az alkotó tábornak, amit mondhatni egész évben várnak a művészek. Többen az ország különböző pontjairól érkeztek hozzánk. Kecskemétről érkeztem, és tulajdonképpen 2009 óta szinte állandó vendége vagyok a tábornak. Igen, itt találkozom a barátaimmal, kikapcsolódunk, alkotunk, beszélgetünk. Olyan ismerősökkel találkozunk itt, olyan barátokkal, akikkel még egyetemen ismerkedtünk meg, és valahogy ezek a közös szálak itt összefonódnak, és ez az kb. Egy hét vagy 10 nap mindig alkalmas arra, hogy a közös festés közben közös beszélgetések alakuljanak. A vendégeknek az alkotó tábor egy olyan sziget, ahol csak a munkáikra koncentrálnak. Most különböző felületekkel játszom, különböző absztrakt motivumokkal. Talán most nem lesz olyan kézzelfogható és konkrét, mint abban az időben, amikor kalocsai motivumokat dolgoztam fel, például jeles épületek részleteit, hanem most egy kicsit egy játéknak fogom fel színekkel, formákkal. Porkoláb Magdolna festőművész munkásságát számtalan kiállítás fémjelzi országszerte, mégis a Magyar Képzőművészeti Egyetem egykori diákja, ahogy tud, időt szakít arra, hogy részt vegyen a kalocsai alkotótáboron. Mondhatni, hazajön hozzánk, hiszen szülei Fogtőn laknak. Én jóformán gyerekkorom óta ide visszajárok, nekem egyfajta ilyen kicsit ilyen családi jellegű kötődésem is van a tábor résztvevőihez, bár folyamatosan változik a résztvevőknek az összetétele, de pont emiatt érdekes is, hogy jönnek fiatalok, vannak idősebbek, vannak olyanok, akik hivatásszerűen foglalkoznak a képzőművészettel. A helyi művésztelepen született alkotásokból összeállított kiállítás vasárnap 11 órakor nyílik meg a Városi Galériában.